tegnapi testületi ülésen még számos döntés született, ami javára, jobbára, azt kell, hogy mondjam, egyéni a lakosság részét is érintő kérelmek döntése volt. Viszont egy nagyon fontos témát is tárgyaltatok, és ezt szerintem már a helyszínen beszéljük meg, ez a sportpálya kerítésének az ügye, és erről szintén született egy döntés, de ezt akkor már beszéljük meg a helyszínen. Rendben. Polgármester asszony, mikor utoljára itt álltunk a sportpálya kerítése előtt, akkor itt még mondhatni nem volt kerítés, inkább úgy mondom, hogy a sportpálya kerítésének hűlt helyén álltunk. Akkor a július 15-i határidő volt még hozzánk legközelebb esve, ami az MLS felé történő támogatás elszámolás határideje volt. Azóta mi történt és mi történik most itt? Valóban, amikor utoljára itt álltunk, akkor már állnia kellett volna a kerítésnek, azonban csak a kiszedett betonkerítés nyomait láthattuk, és természetesen elszámolásról szó sem lehetett volna ebben az időben, hiszen nem történt semmiféle teljesítés, úgyhogy nem is lehetett volna elszámolást benyújtani, de erről valószínűleg nem nekem kellene felvilágosítást adnom, hiszen talán sokak számára nem nyilvánvaló, hogy ez a beruházás nem az önkormányzat beruházása lett volna. Tehát én szeretném hangsúlyozni, hogy a kerítésépítést, a kerítésépítés megrendelője a Hernádi Sport Egyesület, aki TAO pályázat révén lehetőséget kapott arra, hogy körben kicseréltesse a Hernádi sportpálya kerítését. Természetesen ez a beruházás nem csak nekik lett volna jó, hanem az önkormányzatnak is, hiszen ezért történhetett az, hogy az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta ehhez a beruházáshoz. Azonban maga a megrendelő a mi engedélyünkkel a Hernádese lett volna. Abban az esetben, hogyha minden úgy történik, ahogy ez általában az ilyen TAO beruházásoknál történni szokott, illetve ahogy a többi TAO beruházásunknál ez történt. Hát itt nem ez történt, mindannyian látjuk. Amikor itt álltunk, már nem volt itt utcafronti kerítés, azt június 19-én a kiválasztott kivitelező elbontotta, és amikor egy hónappal később itt álltunk, akkor még mindig nem állt a helyén új kerítés. Emiatt, a tény miatt, és amiatt, hogy mind a Hernádese határozata lejárt június 30-án, tehát támogató határozata lejárt június 30-án, az elszámolási határidő lejárt július 15-én, és nem történt semmi. A Hernádi Önkormányzat képviselő testülete július 19-én tartott ülésén visszavonta a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, tehát kinyilvánította azt, hogy bármi történik, itt most már az a kivitelező nem építhet, aki ezt a kerítést elbontotta. Részünkről befejezetnek tekintjük ezt a projektet. Pontosan azért, mert végig gondoltuk, hogy mi lehet a menetrend ezután. Hamarosan kezdődik a labdarúgó bajnokság. Van itt 21 néhány fiatal ember, fiatal sportoló Hernádon, akik szeretnének focizni, indulnak a bajnokságban, azonban az edzéseket is alig-alig tudták megvalósítani, hiszen az nonsens, hogy úgy focizzanak, hogy erre ne jöjjön labda. Márpedig, ha erre nincs kerítés, akkor veszélyeztetik a közúti forgalmat, és nem lehet normálisan használni a focipályát. A képviselő testület végig gondolta, hogy mit kellene csinálni, és miután ehhez a beruházáshoz az önerőt mi biztosítottuk, ami 30%-a a teljes bekerülési költségnek, úgy döntöttünk, hogy ezt a 30%-nyi pénzt arra fordítjuk, hogy helyreállítjuk a köztársaság úti utcafrontot azért, hogy biztonságosan lehessen használni a Hernádi sportpályát. Amit most látnak itt a kedves nézők mögöttem, az már az elkészült kerítés és az elkészült labdafogó háló. Ezt
másik vállalkozó valósította meg. Az önkormányzat megpályáztatta, és a Schönbau Kft. Nyerte el ennek a megvalósítását, és a Schönbau Kft. Mintegy két heti munkával helyreállította az utcafrontot azért a 30%-nyi összegért, amit az önkormányzat erre a célra biztosított a költségvetésében. Még nem készültek el teljesen a munkával, de lehet látni, hogy most már csak a kapuk elhelyezése van hátra, illetve a jegyszedő épületnek nevezett kis kuxli külső helyrehozatala van hátra, ahhoz, hogy teljes egészében elkészüljön ez a beruházás, illetve a Kft. Most végzi azokat a földmunkákat, amiket még feltétlenül meg kell ahhoz tenni, hogy utána be tudjuk, majd vissza tudjuk füvesíteni ezt a területet, ahol azért elég jelentősen kitaposták a füvet, de hát valamit valamiért, ugye nyilván ezt másképp nem lehet megoldani. Itt tartunk most. A tegnapi testületi ülésen még egyszer napirendre került a kerítésnek az ügye. Ott a testület ismét hozott egy döntést, ezt kérlek ismertesd. A képviselőtestület, tehát július 19-én visszavonta a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot az építkezéshez. Ezt a határozatát megerősítette az augusztus 1-i ülésen, tehát akkor tulajdonképpen hatályában megtartotta a július 19-i döntést. Azonban voltak elképzelések az építkezés befejezésére, amelyet ismét tárgyalnia kellett a képviselőtestületnek, azonban nem született olyan javaslat, nem kapott a képviselőtestület olyan javaslatot, amit komolyan lehetett volna venni, és rá lehetett volna bízni a felmerült kivitelezőre azt a feladatot, hogy megvalósítsa a kerítés építést. Ezért a képviselőtestület a tegnapi ülésén is úgy döntött, hogy megtartja hatájában a határozatot, tehát nem ad tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy ez most már TAO forrásból megvalósulhasson. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, ami nagyon fontos, hogy ebben a projektben egyetlen egy fillér önkormányzati pénz nem veszett el, bárki bármit mond, hiszen mi az önkormányzatnál mindig komolyan figyelünk arra, és az jellemző a képviselőtársaimra, kollégáimra, és azt hiszem, hogy rám is, hogy úgy bánjunk a közpénzekkel, ahogy azt a jogszabályok előírják. Tehát nálunk nem fordulhat az elő, hogy előre kap meg egy kivitelező annyi pénzt, amennyivel már érdemes egy munkát félbe hagyni, vagy negyedében hagyni. Tehát önkormányzati pénz ebben az esetben nem veszett el, az önerősen veszett el, hiszen a szép utcafronti kerítés bizonyítja azt, hogy ez az összeg jó helyre ment.